A játék mellett már az iskolára is készít az óvoda, a nagy csoportosoknak különböző foglalkozásokat tartanak, amelyek az iskola érettséget segítik elő. Ezt szakemberek is vizsgálják, a pedagógiai szakszolgálat pedagógusai és pszichológusai végzik, de a szülők véleményét is kikérik. Fontos felmérni a gyermekek biológiai, pszichés, intellektuális és szociális fejlettségét is. A legutóbbi 2011-es törvénymódosítás szerint kor alapján azok mehetnek iskolába, akik az adott év augusztus 31. napjáig betöltik a 6. életévüket. Az egyik osztályunk az köznevelési típusú sportiskolai osztály, de azokat a gyerekeket várjuk, akik intenzíven szeretnének foglalkozni a sporttal. Erre a képességvizsgálatot már megtartottuk. A másik két osztályunk úszó osztály, és a harmadik pedig a matematika és kézműves osztály. Ennek mostanában elég nagy a népszerűsége. Itt a nyíregyházi Arany János általános iskolában már évek óta 3 első osztályt indítanak. Ide jelenleg több mint 1000 diák jár, ebből mintegy 650 tanuló az általános iskolába. A rendszeres úszásoktatás mellett azért is lehet népszerű az intézmény, mert a 8-osok felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat a gimnáziumban. Az első osztályos beiratkozás csütörtökön kezdődik az általános iskolákban. Tavaly összesen 5640 tanköteles korú gyermek volt, ez idén csökkent valamennyivel. Most 5425-en iratkozhatnak be a megye közel 300 intézményébe. A szülő bármelyik általános iskolába beirathatja a gyermekét. Természetesen vannak kötelező felvételt biztosító általános iskolák, amelyek ugye, ha abban a szabad iskola választásban megválasztott iskola nem veszi fel, mert ugye oda nem kötelező, akkor ugye a másik iskola látja el ezt a feladatot, mert ugye minden gyermeknek, általános korú gyermeknek iskolába kell járni, ugye ezért van lehetőség, és ezért állapítja meg a megyeszékhely szerinti járási hivatalt a kötelező felvételi körzethatárokat, amelyek meghatározzák, hogy egyes utcák, mondjuk Nyíregyháza, illetve más nagyobb település esetén, melyik iskola köteles felvenni azt a gyermeket, aki annak a iskolának a ellátási területén él. A beiratkozásra a szülőknek a gyermek személyi azonosítóját, a lakcímkártyáját és az óvodától kapott szakvéleményét is vinni kell. A Nemzeti Köznevelési Törvény legutóbbi módosítása szerint minden diák annak a tanévnek a végéig köteles iskolába járni, amelyben betöltötte a 16. életévét, így tanév közben senki nem függesztheti fel tanulmányait.